Várhatóan jövő ősszel fejeződik be a Gabriel Kemi Hungária Kft. Bővítése. A városvezetői célként megfogalmazott munkahelyteremtés ezzel a beruházással is tovább folytatódik, ugyanis 50-70 új munkahely születik. 4 évvel ezelőtt hirdettük meg, hogy a városvezetés első számú prioritása a színvonalas munkahelyteremtő beruházások támogatása. Ennek keretében az ipari park fejlesztés is megindult, és a célunk az, hogy minden nyíregyházi, különösen a fiatalok, akik itt tervezik az életüket, tudják ezt úgy megvalósítani, hogy legyenek itt megfelelő munkahelyek. Mindig aláhúzom, hogy a legfontosabbak számunkra a már itt működő cégek, akik itt foglalkoztatnak nyíregyháziakat, a városnak fizetnek adót, és hát itt most összetalálkozott minden, mert az ipari park fejlesztés arról is szól, azoknak a cégeknek az érdekeit is szolgálja, akik már itt működnek, és ugye a Gabriel Kemi egy ilyen cég, amely most megvalósítja ezt a fontos beruházást, a csarnokbővítést, irodabővítést, úgyhogy sok sikert kívánok, sok szerencsét, és hát remélem, hogy még sikeresebbek lesznek ettől a beruházástól, és még jobban érzik magukat Nyíregyházán. Az osztrák Gabriel Kemi Kft. Színező termékeket gyárt, közel 2 évtizede vannak jelen a vármegye székhelyen. Ez egy nagy változás a Gabriel Kemi számára, nagy változás Magyarországon is. Remek csapatunk van itt. Meg vagyok róla győződve, hogy mind magyar, mind osztrák oldalról tudunk ebből profitálni. Mondta el Andreas Berger, a Gabriel Kemi Hungária Kft. Ügyvezetője. A beruházás több mint 4 millió euróból valósul meg, mely során a gyártócsarnok és raktárépület 2100-2200 négyzetméter területen fog bővülni. Emellett 400 négyzetméter területen 2 szintes új irodaépületet fognak építeni, mely előreláthatóan 2024 őszén fejeződik be.